Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek! Nagy öröm a számomra, hogy ismét együtt lehetünk Isten ígéje mellett. Most egy nagyon érdekes és komoly témáról fogunk beszélgetni, a boldog mondásokról, amit az Úr Jézus tanított a tanítványainak és azoknak az embereknek, akik elmentek, hogy meghallgassák őt, igen sokan voltak. A Máté evangéliumából hallgassátok meg a boldog mondásokat. Amikor az Úr Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Amikor meglátta a sokaságot Jézus, rengeteg ember özönlött, hogy őt hallgassák, akkor Jézus felment a hegyre, és ott leült egy nagy fa alatt, és nagyon sokan oda mentek, először is a tanítványok hozzá mentek, és utána pedig elkezdett Jézus beszélgetni az emberekkel. Nagyon sokan vágyakoztak megérteni az Isten országának a titkait. Ti is szeretnétek megérteni? Amikor én olyan kicsi lány voltam, mint ti, éppen csak, hogy elkezdtem az iskolát, 6-8 éves lehettem, tele volt a szívem vágyakozással, hogy megértsem az Úr Jézus életét, hogy megértsem azt, amiről ő beszélt, és hogy megértsem azt a csodálatos országot, amely Isten országa. Jézus is látta ezeket a vágyakozó embereket, és gyönyörű szép mondatokat mondott nekik a boldogságról. Minden ember szeretne boldog lenni, örülni, szeretne jó dolgokat gondolni. Mi is az a boldogság? Hát a boldogság a szeretetet jelenti, hogy engem szeretnek, és én is szerethetem a szüleimet, a testvéreimet, azokat, akik körülvesznek. A boldogság az egy olyan érzés, amely egy megelégedett ember érzése. Szeretnek, békesség vesz körül. Én is szeretek másokat, és én is békét tudok árasztani, sugározni. Jézus így kezdte a boldog mondásokat, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Mit is jelent az, hogyha valaki szegény? Én úgy gondolom, hogy szegénynek lenni azt jelenti, hogyha jóval kevesebbünk van, mint másoknak, akikkel iskolába járunk, vagy akikkel
együtt egy utcába lakunk. És gazdagnak lenni meg azt jelenti, hogy sokkal többje van, mint másnak, és többje van annál, mint amire szüksége van. A szegénység azt jelenti, hogy az embernek kevés kenyere van, nem tud jól lakni. És a vízből is lehet nagyon kevés, különösen a forró égővi országokba, Afrikába nagyon sok kisgyerek szomjazik, éhezik, mert nincs eső, nincs termés, nincs víz, ivóvíz. Aztán a szegénységhez hozzátartozik, hogy kevés a ruha, nincs meleg ruha, meleg cipő, vagy éppen csak hiányos, és hát ugye a divatról nem is beszélünk. A gazdagok azok mindig nagyon divatos ruhákba járnak, a legjobb cipőkbe, de a szegény embernek nem nagyon van, amivel befedezze a testét. Aztán ugye a szegény embernek nem csak autója nincs, de még egy biciklije sincs, és azért rengeteget kell neki gyalogolni, 20-25 kilométert is megtenni, hogy el tudjon érni oda, ahol valamilyen munkát kap, hogy megkeresse a betevő falatját. A szegény embernek jó esetben csak egy kunyhócskája van, ahol nincs ágy, csak úgy lefekszik a földre, nincsen ágyneműje, és nagyon sok mindenben szegényen van. Volt egy nagyon szegény ismerősöm, aki kint lakott egy rózog a sátorba, az erdőbe, és este fele azt mondta, most már nem beszélgetek többet, mert megyek haza, vár a barátom. Mondom, az is magával lakik a sátorba. Hát azt mondja, a sündisznó, akinek mindig enni adok, megosztom a falatomat, és akkor jön. Vannak olyan szegény emberek, akiknek nincs kihez szólni, akiknek nincsenek barátai. Mi is az a lelki szegénység? Jézus itt azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, mert most ugye a testi szegénységről beszéltünk. A lelki szegény ember az vágyakozik, hogy az Úr Jézussal közösségben legyen, hogy megismerje. A lelki szegény ember megtisztítja a szívét, tiszta szíve van, nem fekete a szíve, és nem szürke, hanem tiszta szíve van. Jézus azt mondta, ezek a boldog emberek, mert a tiszta szívű ember megérti az Úr Jézus beszédét, és csodálatos módon nem csak megérti, hanem együtt is él az Úr Jézussal. Aztán úgy folytatja Jézus a boldogmondásokat, hogy azok is boldog emberek, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Rengeteg sok bánata van az embernek, és nagyon sok minden miatt sír, és egyre keserűbben, és egyre zokogósabban. És Jézus mégis azt mondja, hogy aki Isten előtt sír, hogy az meg fog vigasztaltatni. Nem csak magunkat kell sajnálni, hogy mi szegények vagyunk, nekünk ez sincs, az sincs, hanem be kell látni, hogy mitől nem tiszta a szívünk, és hogyha ezt látjuk és fáj nekünk, akkor kérhetjük imádságba az Úr Jézust, hogy ő vigasztaljon meg, hogy bocsásson meg, és akinek az Úr Jézus megbocsájt, az megvigasztaltatik, és nagyon boldog ember lesz. Én 8 éves kislány voltam akkor, amikor az Úr Jézustól először kértem, hogy bocsássa meg a bűneimet. Nagyon fájt nekem, hogy én olyan engedetlen vagyok, hogy mindig más csinálok, mint amit mondanak, és szerettem volna megváltozni, és ez fájt nekem. És az Úr Jézusnak elmondtam, és képzeljétek el, hogy átéltem, hogy ő megbocsájtott, és adott egy engedelmes szívet. Nagyon boldog voltam.
És valóban ő volt az, aki megvigasztalt, hogy igen, te ilyen vagy, de én mássá tudlak tenni. Aztán ezt mondja Jézus, hogy boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Tudjátok, hogy mit jelent a szelídség? Én így fogalmaztam meg magamnak, hogy a fegyelmezett szeretet. Jézus azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és akkor nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Jézusban mindig megvolt a szeretet a legbűnösebb, elveszett ember iránt, és ez a szelídség volt az, ez a fegyelmezett szeretet, ami erőt adott neki ahhoz, hogy a Golgotán meghalljon értünk a bűnösökért, és hogy békét és nyugalmat hozzon az embereknek, hogy Isten országának a gyermekei lehessünk. Aztán Jézus úgy folytatja a boldogmondásokat a 6. versben, boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. A szomjas ember az nagyon vágyik, csak egy korty hideg vizet tudnék kapni, és a kiéhezett ember pedig egy falatra vágyik. Íhezni és szomjuhozni nem csak a kenyérre lehet, nem csak a vízre lehet. Azt mondja a Biblia, hogy ad Isten olyan éhséget és szomjúságot, amely az Isten beszéde utáni éhség és szomjúság. Na ezekre mondja az Úr Jézus, hogy akik annyira szeretik hallgatni Isten igéjét, mint az éhes és szomjas ember, ahogy vágyakozik. Én nagyon szeretem az Isten igéjét olvasni is, szeretek templomba járni, szeretem a prédikált igét is hallgatni, mert csodálatos dolog, hogy mindig megelégedik a lelkem, mindig választ kapok Istentől, és mindig nagy örömet jelent a számomra. Aztán így folytatja Jézus, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Mi is az, hogy irgalmas? Az irgalmas ember, az, aki irgalmas, az oda tud adni mindenét a másiknak, hogy abból a nehéz helyzetből valahogy ki tudjon jönni. Isten leggyönyörűbb neve, hogy irgalmas Isten. Isten úgy szerette ezt a világot, téged és engem, hogy az ő egyszülött fiát adta, oda áldozta, hogy aki hisz benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Mi Isten gyermekei vagyunk, és ezért szeretünk irgalmasnak lenni, cselekedni, úgy élni. Jakab apostol azt mondta, mutasd meg a cselekedeteidet, és én megmondom a hitedet. Az nagyon kevés, hogy az ember csak beszél valamit Isten ígéjéről, ha nem éli meg azt, nem úgy él. Isten az irgalom Istene, és az ő gyermekeink keresztül az irgalmasságot közvetíti ennek a világnak. Aztán Jézus azt mondja, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Hát, egy gyermek Isten tiszteleten megkérdeztem a gyerekektől, na mondjátok nektek, milyen szívetek van? Egy kislány jelentkezett, és azt mondta, hát nem mondhatom, hogy tiszta szívem van, de szürke a szívem. Nem is fekete, azt sem mondhatom, hogy nagyon rossz vagyok, de szürke. Csak tudjátok, mi a baj a szürke szívvel? Hát az, hogy homályosan lehet vele látni. Jézus nem azt mondta, hogy boldogok a szürke szívűek, akik nem olyan rosszak, és nem annyira jók, majd megjavulnak, hanem azt mondta, hogy boldogok a tiszta szívűek. És tudjátok, a fekete szív az azt jelenti, hogy nincsen benne világosság, és
nem látja se Istent, se embereket. Ez egy nagyon rossz állapot, és ez egy nagyon boldogtalan állapot. De Jézus azt mondja, hogy a tiszta szívűek boldogok, mert látják az Istent. Hát a szívünk úgy lehet tiszta, hogyha az Úr Jézusnak átadjuk, és azt mondjuk, hogy Úr Jézus, költöz a szívünkbe, és mosd meg a te drága véreddel, amit a kereszten ontottál értünk, hogy tiszták lehessünk. Az Isten igéje arra tanít minket Ézsaiás proféta által, ha skarlát pirosak is a bűneink, hófehérré teszi. Milyen jó dolog, hogy bármennyire is úgy érzed, hogy olyan nagyon sötét a szíved, vagy úgy érzed, hogy szürke a szíved, kérheted az Úr Jézust, hogy mosson meg, és látni fogod Isten országát, és boldog Isten gyermeke lehetsz. Én nagyon vágytam a tiszta szívre, és minden nap szoktam kérni az Úrtól, hogy tisztítsa meg a szívemet, hogy lássam az ő csodálatos voltát. Aztán Jézus azt mondta, hogy boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Az Úr Jézus körül mindig béke volt, és mindig nyugalom volt, és akik békességre igyekeztek, azokat az Úr megáldotta. Ezért nagyon nagy dolog, hogy mi kérjük az Urat imádságba, hogy körülöttünk békesség legyen, hogy mi ne legyünk olyan izgágák a békétlenségnek a forrásai, hanem hogy a nyugalom áradhasson belőlünk. Nincs mindig békesség az embernek. Nagyon sok indulat feltör belőlünk, és harag is, és dühösség, de kérhetjük az Úr Jézust, mert ő a békesség Istene, hogy töltsön el az ő békességével, és hogy tudjunk indulatmentesen élni. Ez lehetséges. Aki erre igyekszik, azt az Úr megáldja, és mindenki látja, hogy ő Isten gyermeke. És még van egy boldog mondás, boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Aki vállalja a Krisztusért való szenvedést, az üldözés azt jelenti, hogy bántják azért, mert az Úr Jézust követi. Ebben a világban az emberek nem mindenki szereti az Urat, nem mindenki szereti a békesség evangéliumát. Nagyon sokszor bántják azokat, akik szeretik az Úr Jézus Krisztust. Az Úr Jézus Krisztusra fel kell nézni, és vállalni kell a Krisztusért való szenvedést, ahogy Jézus is vállalta értünk a kereszthalált. Hát nagyon sok mondani valója van ennek a boldogmondásos igéknek. Ha egyet is meg tudtok jegyezni, akkor már sikerül megtartani azt, amire Jézus tanított.